Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Jézus azt felelte, írva van, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik. Ezután a Szentvárosba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt, ha Isten fia vagy, vesd le magad, hiszen írva van, angyalainak megparancsolta, a tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat. Jézus ezt válaszolta, de az is írva van, ne kísérsd, uradat Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán, megmutatta neki a világ valamennyi országát és azok gazdagságát. Azután így szólt, ezt mind neked adom, ha leborulsz és imádsz engem. Ekkor Jézus azt mondta neki, takarodj sátán, mert írva van, uradat Istenedet imád és csak neki szolgálj. Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek és szolgáltak neki. Ezek az evangélium igéi. A nagybőjt első vasárnapjára rendelt szentírási részletek, Máté perikúpája, illetve az első emberpár megkísértésének a története Ádám és Éva sztoria között jól látható összhang csillan meg, valahol a központi gondolat nyilván mindkét történet esetében pontosan ugyanaz. A kísértés, a megkísértés valósága. Gyakran imádkozzuk a mi atyánk szavaival, hogy ne vigy minket a kísértésbe, és bizony, ha az ember mélyen önmagában néz, akkor egy kis félmosollyal hozzátehetjük, hogy mert hogy egyébként megyünk mi oda magunk is, különösebben nem kell ehhez semmifajta csábítás. Egy egészen biztos. Az ember életében számos olyan pont van, ahogy gyengeségeink mutatkoznak meg. Általában ezekkel nem szeretünk szembesülni, ezeket nem szeretjük látni, és nem is nagyon akarjuk ezeket kezelni, hiszen kellemetlen a számunkra, önnön tökéletességünk megdönthetetlennek látszó gondolata sérül. Nyilván lehet ezeket kategorizálni, uniformizálni nem. A személyre szabott kísértéseink, a személyre szabott gyengeségeink léptennyomon utolálkodnak, kísérnek bennünket, időről időre próbálnak elgáncsolni, akadályozni az Isten felé vezető úton. Jézus pusztai böjtölésében, a megkísértés történetében három olyan alapvető vetület szólal meg, ami valahol mindenki életében kisebb-nagyobb hangsúlyhoz jutva, de legalább valamelyik a három közül domináns. A testiség problematikája. Tulajdonképpen az önmagunk helytelen szeretetének a varázsa, az a csapda, amibe az önző ember esik, aki nemhogy nem túlzottan szereti önmagát, sőt túl kevéssé. Nem véletlen, hogy az Isten felhívja rá a figyelmet, akkor, amikor az embertár szeretetéről is beszél, hogy úgy szeresd ám a másikat, ahogy önmagadat, és ebben implicite benne foglalhatik az, hogy szeresd jól magad, hogy tudd magad szeretni, hogy lásd a helyértékén, a hatalom kísértése, milyen gyakran találkozunk olyan kollégákkal, akik csak egy icipici, csak egy leheletnyi előnyhöz jutva, általában már lefelé szorgalmasan tiporva fitoktatják a saját erejüket, közben rettegnek attól, hogy milyen hamar derül ki, hogy nagyám az a kabát, hogy a feladat túl sok a számunkra, hogy nem, hogy túl nagyok, nem, hogy túl erősek nem vagyunk, sőt, túl gyengék, túl szorongók, túl félősek, az elbizakodottság problematikája. Hiszen nekem ez úgy is megy, hiszen rutinom van benne, ugyan már engem adott témakörben meg nem foghatnak. És bizony milyen sokszor szembesülünk azzal, hogy ez mennyire nem így van. Valahol most, nagybőjt első vasárnapján,
az egyik legfontosabb feladatunk talán éppen az lenne, hogy találjuk meg a saját életünkben azokat a bizonyos, ha nem is egyensúly párokat, de azokat a sajátos együttállásokat, amik ránk jellemzőek, hogy mik is a mi gyengeségeink, hogy hol vannak azok a pontok, ahol a kísértések, ahol maga a kísértő, az a bizonyos ellenséged vagyok, fogást találhat rajtunk, de érdemes azonnal mellé sorakoztatni azokat is, ahol az Isten bőkezően bánik velünk, amikben jók vagyunk, hogy tényleg emelt fejjel, valóban az erősségeinkre koncentrálva, valóban az Istenre emelt tekintettel tudjuk javítani azt, ami szükséges, és tudjunk gyarapodni abban, amit az Isten a maga végtelen szeretetében már amúgy is megadott nekünk.